nem akartuk sehogy annál hinni, hogy akkor a víz legyen, hogy még házokat is romba döntsön. Micsoda butaság volt az, hogy amikor a Csorba Jóska bácsi, a Gátőr, a tanácsi vezetőket értesítette, hogy gyereket csináljatok valamit, mert jön a víz. Ugye, akkor volt az, hogy jelezték, hát Ausztriában átszakadt a tározónak a gátja, és akkor mondták, hogy körülbelül ennyi idő alatt ér ide, és ilyen, ennyi a várható magasság, ugye nem hitték el neki. Nem akartuk elfogadni, hogy ilyen létezik, hogy árvíz legyen. Susogták már a délelőtti órákban, benne a faluban, meg a munkahelyeken. De nem vettük komolyan, mert máskor is volt, amikor olvadáskor az ártér megtelt vízzel, de bálakásokba soha nem jött. Hát se akartuk hinni, hogy árvíz lesz. Hogyan lenne, az is sose volt még. Hát aztán mint nyugodtan lefeküdtünk. Éjfél felé zörgették a rádiót nálunk. Aztán kiszól a férjem, hogy ki az, le is feküdtünk nyugodtan, már akkor félig meddig aludtunk. És a harmadik szomszéd se egy árba éjszakás volt, és mondja, hogy Lajos, kelljél föl, be kell jönni a gyárba, mert komoly árvíz fenyegeti a gyárat. A sajtok már úsznak a vízbe, a pincébe. Nagy dövésmenés, aztán arra ébredtünk föl. Párunk kinézett, azt mondja, anya, itt valami van, mert azt mondja, lapátosok mennek, autók mennek, minden. Akközben aztán meg kezdtek. A gyárba is fújta, a harang is szólt, hú, gyerekek. Aztán kinyargaltam oda a Mecés hídhoz, hát a már a vasúti híd aljáig volt, már kezdett Csánik felé csörgedezni a víz. Április 23-án 3 óra 30 perckor tetőzött a Répce 420-as Répce árapasztós vízállással. Ez 90 centivel haladta meg az eddig mért maximumot. Olyan intenzív volt az árhullám, ami a Répcén levonult, hogy 4,5 óra alatt 270 cm emelkedést mutatott értelemszerűen. Az árvédelmi töltések ezt a hirtelen vízszintemelkedést nem bírták, magassági hiányok voltak, kiépíteni nem lehetett a védmű magasítást, eszköz és ember hiányában. Az árhullám hevessége miatt a védekezésre, tehát a védekezésre kilátás se volt, tehát olyan gyorsan nem lehetett homokzsákokból esetleg védelmi műveket kiépíteni, és az a előrejelzés sem volt olyan, tehát nem voltak rádiótelefonok, nem volt kommunikáció, egy ilyen úgynevezett LB-s telefonokon folyt,
amiben a Gátőr ugye jelentett, viszont jelentettek, viszont rendelték el a készültséget, hogy hol milyen vízállás várható. Az igazsághoz tartozik az is, hogy talán maga a vízügy se hitte, homokot azt ugyan készítettek, tehát például a nővérem is mondta, hogy például a homokzsák se volt annyi, úgyhogy hát az azt jelentette, hogy hát azért annyira ők se gondoltak, hogy annyira, hát annyira kritikus lesz a helyzet. Még itt a kártünk végében, tehát kártel szemben, ott volt a legalacsonyabb a töltés, úgynevezett arroposzt, vagy úgy mondjuk márcés, ugye, és hát ott történt a zsákoknak a lerakása. Édesanyámnak mondtam, maga tartsa a zsákot, én meg rakom bele a homokot. Férfiak megvitték el. Még akkor olyan nagyon sokan nem voltunk, csak jobban ebből az utcából, akik érintve voltak. De időközben aztán észrevettük, hogy már jönnek be a faluból is, illetve jönnek ki erre a részre. Többen lettünk, emeltől raktuk a zsákokat, volt ahol 7-8 sorosan egymás fölé a töltésen. Ott ugye homokzsákokkal azért egy darabig meg tudták fékezni, de innen a Vasút utcát ezt legelőször vitte a víz. Aztán meg a Zrínyi utcát, régen Fax utcának mondták. Átmentem a szüleimhez, gyerekeknek átvittem a ruhát, meg jöttem vissza, hogy magunknak is valami, meg élelmet. Még rendesen át tudtam jönni egy bokáig élő vízbe. Hát nem sokat késtem, egy jó negyed órát. Jött a férjem, már mire összeszedtem az élelmet, hogy átviszem, addigra a férjem azt mondja, hogy gyere az ablakhoz, itt kiveszlek, aztán átviszlek, mert már azt mondja, olyan magas a víz, hogy én nekem is térdem fölül ér. Ronda, vörös, sárgás, habos, hömpölygős, nem láttam olyan vizet még. Kovács Sándor bácsiék, ahol laktak, abban a házban volt a Kovács Léna néni, a Kovács Palkónak, az édesapjának a testvérje. És az nem jött ki onnan, hanem összekészített magának egy kis batyut, és most nem emlékszem rá pontosan, hogy széken állt-e vagy ágyon üdögelt, de oda mentünk beérte. A Zárnő meg a Sanyi korom fogva fogták, azok kivezették, nem akartam jönni. Én meg fogtam a kis túlélési motyóját, amit összekészített, és azt kivittük, azzal együtt kisétáltunk fel a meccéspartra. Na, amikor ezzel végeztünk, visszamentünk, azt mondja a Sanyi sógor, hogy menjünk át ő hozzájuk még, hogy az 5 házzal beljebb volt, menjünk be ő hozzájuk, még ott mondta, hogy valamit főkül rakni. És ahogy ott diskurálunk, abban a pillanatban a Fülöp Imre bácsiéknak a háza összeragyott. És kérlek szépen, akkor futott végig rajtunk a hideg, végig gondolva, ha még akkor a megbeszélt helyre visszaindulunk, éppen odaérünk a ház elé, és mind a kettőnket agyonnyom a ház. A szélső ház kis Jóska bácséjékét végignéztem, ahogyan összelőtt. Sártapasztással készültek, ugye valamikor ilyen pej van, meg egyéb agyagos, és ugye az volt a falazata. De ugyanakkor az akkori ácsok, azok olyan masszív tetőt csináltak mindenhova, és ugye annyi faanyaggal. Tehát ebből azt akarom kihozni, hogy amikor ugye átházott a fal az árvíz alatt, ugye az a hatalmas tető, tehát mint súlya, lenyomta teljesen, tehát még hamarabb szétültek ugye a házak, emiatt is. Kivált a két ablak a tégla közül a víznyomására, és azután szakadt le a tető. Megláttuk, félig dőlt le a tető, nem teljes egészében, oda vitték föl a kis csibéket, a kotlósjukkal, ott sírtak szegények.
meg a kutágosra fölmászott, a kutya meg volt ködve szegény, nem tudott elmenekülni, elmenni. Ott utult fönn a tetőn, a kutágoson. Akkor a fazakas Sanyi bácsiéknak láttam, mikor a konyhaszekrényét vitte az ár. Volt olyan, aki bizony a régiákat szitta egy az egyben, volt, aki sírt, férfiak, meglett emberek, és volt, aki meg egyszerűen olyan sokkot kapott, hogy lemerevedett, tehát nem csinált semmit, csak nézett maga elé. Akkor már a honvédség munkásőrsít, akkor már itt mindenki mentette, amit menteni lehetett, hordták ki az embereket a házakból, és amely csónakhoz is voltak ma akkor, meg ezek a két éltűek, és mentették az embereket. Ott nem is nézett senki semmit, hogy most rám mi lesz a ház vagy valami, hanem bement, és akkor hozták ki. Átjöttünk a vasúton, akkor meg kérlek szépen a Horváth Jóska bácsiék előtt, a Horváth Jóska bácsi felesége, meg a lányok ott voltak a teraszon, ne vagy az ablakban, nem tudom, azokat mentünk be kivezetni onnan, hátra a meccés töltésre. Szépen megyünk, és kérlek szépen ott volt egy zapszed reakció, már ugye ahogyan ki voltak húzva a drótkordonok, a kiömlő víz már addigra már átszakadta a vasúti töltés, kimosta a drót alatta a földet, és én oda belecsúsztam. Most, hogyha én netán ott egyedül vagyok, akkor én ott meg is fulladok, mert nem tudtam volna visodárból kimászni. A víz még mindig emelkedett, mikor mink kimentünk, de a töltésen, a vasúton ki tudtunk szállni, és ott már vártak bennünket tehergépkocsik, hogy kik voltak, mik voltak, részben ismertük, részben nem. Azt kell mondani, hogy nagyon nagy összefogás volt ebből a szempontból. Nem ismerünk mindenkit, aki segített, már sokan voltak. Családnak az elhelyezése és a legmesszebb menőkig. Csak a legjobbakat tudom mondani mindenkiről, úgyhogy. De talán mindenki azt tudja mondani, hogy szóval meg volt a segítség valóban. Az emberek olyan önzetlenek voltak, hogy amit tudtak, mindenből adtak. Szóval szépen hazaballaktam a töltésen föl a kastélyba. Oda zsufolódott össze egy csomó ember. Öregek, fiatalok, melyek köszöntöm őket. Nagy örömmel fogadtak, ja, de jó, hogy Gyula, jó, hogy jöttél. Nekünk szerezél valahonnan kenyeret. Már nem tudunk enni, már sonka, meg szalonna, meg oldalas mindenkinél van, de a kenyér mind elázott. Akkor az volt a gond, hogy kijönni a faluba, újra végig a népkárten, a vízbe, és akkor, de azt nem tudom, hogy melyik bótbusz szereztem én nekik kenyeret. Úgy emlékszem rá, hogy a kisellának addig akkor még működött a bótja, ez a kenyérbót. Ott onnan vittem be nekik kenyeret. Ugye délután már átszakadt aztán a Csánigi oldalon a töltés. Jött végig Csánigi a hosszú távol, ott elszakta a vasutat, kimosta alatta végig a Csánigi utcába. Ó, úristen, mi lesz? Kigyüttünk az utcára, hát ott a mostani gazdabóta elé odaállunk,
Hát akkor látjuk ám, hogy a Csánigi utcában, hát körülbelül egy olyan 2 méteres víz biztos, hogy volt, és egy gyönyörű, szép, zöld konyhaszekrény csak úgy pörgetett a víz. A libák, ahogyan ültek a kosárba, megültetve a kotlóstjuk, azokat mind hozta, ajtókat, deszkákat, meg még nem is tudom még miket nem hozott a víz. És akkor a papa mondja nekem, gyere gyerekem, hamar gyorsan, azt mondja, gyere merre, begyünk mi hozzánk is, gyere hamar, ami van a kamarába, gabona, meg mit tudom én mi, az hamar, meg azt mondja, kismalacok vannak, azokat is szedjük össze, mert hát ha ilyen magasságban nem is, de hozzánk is elér a víz. Na, még gyorsan ezt elrendeztük, kis csibékát kotlostyukkal föl a padlásra, a gabonát is föl a padlásra, és akkor látjuk, hogy ott a kertek alatt, az Újhídi utcai kertek alatt jön egy férfi. Igen törtet, igen siát, és odaért a víz, szóval jött, mert a sajgyárnak a betonkerítése fölfogta a vizet, és amilyen magas volt a betonkerítés, olyan magasan földgyűlán lett a víz, és mire azt el tudta dönteni, ugye úgy jött keresztül arra, ott mifelénk, ahol mostani út van, ott keresztül jött. Azt lástuk, hogy jaj, az a férfit elviszi a víz, az a férfit elviszi a víz. És az utolsó pillanatban a kerítésünk végében volt egy diófa, azt elérte és megölelte. Hogyha megölelte, megemelt, akkor érte el teljesen a víz, és megemelte. Levitte a lábáról a csizmát a víz, és akkor elkezd kiabálni, ugye látta, hogy ott állunk az ajtónál, a bejáratnál, elkezd kiabálni, hogy anyja, vidd a gyereket, amerre látsz. A férjem volt, aki jött haza a Miklósmajorból, mert hazaküldték őket, hogy hát mentsék az otthonukat. Akkor én fölöleltem a 3 hónapos gyereket, egy kis kabátba, gumicsizmába, bebagyuláltam, aztán a főutcai kertek alatt irány, szaladtam arra Nick felé. Hátra-hátra néztem, a sarkamban ott volt a víz. Aztán utána jött a lába. Ugye akkor már fönt voltunk a sajgyál étkezdeinek a tetején, onnan néztük, hogy hogyan nyomul a víz, amikor már átszakította a Nicki vasutat, ugye akkor már mindent lehetett látni, hogy a terült szét a víz, és az egész Győpi utcát ugye azt ellátta. Itt akkor még nem voltak házak, és ott lehetett látni, hogy csillog a víz, és mondják, hogy jön a Rába. A rábai árhullámok azok ugye a legnagyobb árhullám, ami a szakításukat okozta, az 24-én hajnalban ért el a sárvári töltésedett Rába szakaszt, 440 cm-es ragyogói vízállással tetőzött. Itt az árhullám intenzitása a nagysága miatt, tehát a víztömeg nagysága miatt nem volt olyan heves, tehát minél kisebb, és a Répce az egy kisebb vízfolyás, ott durván egy 100 köbméter per szekundumos árhullámról, itt a Rábán egy 1000 köbméteres árhullámról beszélünk. A két víz összecsapódott ott a gyár közben. Ott aztán döntött mindent. Minden ház, amiké összörögyött ott, olyan robajjal volt, hogy Jézus Mária, mondok, minden ház. Átelembe is oda láttunk, láttuk, mikor a háznak a vége szomszéd felül zúgy kidül. Jézus Mária, mondok, amilyen még él. Hát aztán oda láttunk, azt mondja, még a mi házunk él, azt mondja, még most nem dőlt össze. És akkor egy felújított ház volt, ez a családi ház, de ugye bennmaradt a tömésfal, hát ugye az kiáztatta a víz, és akkor szépen az összedőlt, bennmaradtak az értékeink, már nem tudtuk azért menteni, úgyhogy utána akkor ugye el kellettünk menni innen, mert itt volt a kutkába, aminek a tetején volt a víz, tehát olyan magasan bejött a házba is, hát egy olyan fél méteres víz volt, bútorok, minden elázott, papírjaink, értékeink, minden, és akkor el kellett hagynunk a házat, hegyfalra mentünk. Thank you.
hát ugye nagy szomorúság mindenkivel. Másnap délután kint vagyok a népkártnak a kapujába, akkor már megjöttek az orosz kétértőek. Azt hiszem kettő vagy három jött. Kérlek szépen, ott álljálok a kapuba, jönnek ezek a masinák. Pársai fönt áll a Pársai rendőr, őrmester volt, azt hiszem őrmester Zsamba. Fönn áll a platón, és mondja én nekem, hogy gyere Gyulán, segítsél. Hát jó van, mentem. Fölmászok, hova megyünk? Mert kimegyünk, megnézzük a disznókat, hogyan lehet menteni. Kimentünk a falu végére, hogy ott be lehetett menni, ott minden uszott. A Selmevának a disznai ott húztak a vízbe. A disznót oda húztuk a gép mellé, alányultunk. Az már mi, hogyha létrán ment volna föl, azon az egyenes vason az úgy mászott. Egy mozdulatom már fönt is volt. Megtellett a plató, fölmásztunk, ugye mi odafeküdtünk a kipufogó rácsa fölé, már jó meleg volt, hát mondom, mégis meg ne fázzunk, hát tiszta vizek voltunk. Igen, ám, de a disznók emére nem feküdtek, már azok is a meleget keresték, fáztak szerencsétlenek. És ugye akkor bejött a kétértő az állami gazdaságnak az udvarára, és itt lepateroltuk a disznókat, hát szépen leguráltak. Akkor fordultunk vissza, ez volt három forduló, kérlek szépen, 86 darab állatot mentettünk ki a három fordulóval. De hát ugye többet mink sem álltunk már vállalni, meg az volt az igazság, hogy az állatok is ki voltak fáradva már, megfáztak, és kérlek szépen, hát meg sok akkor megfulladt. Én láttam a Mácés melletti földeken a hullákat, tehát állati tetemeket, ebesártéseket, abban volt anyadisznó, malacok fölpuffadva. Sőt a Kácöli útnál, tehát hogy volt egy kis erdőrész, ott voltak fönnakadva ezek az állati hullák sokáig, úgyhogy. Teljesen meg voltunk győződve, hogy a mi anyakocánk is belefulladt a vízbe, és amikor elment az árvíz, ugye akkor elő a malacokat leszettük, a nyúlkát rezből kiraktuk, és hát majd édesanyám, hogy tájjára majd szoptatja őket, és ugye voltak szarvasmaráink is, és egyszer csak nagy örömmel kiabál édesanyám, hogy a disznó ott van, a kárvá megvan, és azóta is sokszor, ha ott kapálok, dolgozok a kárvá, eszembe jut, hogy van egy hely, amelyik egy fél méterrel vagy 70 centivel magasabb, egy kis dombos északkor szőlő volt, és az anyakocs odament fel, és ott gyakorlatilag alig volt víz, de az egész kárvá volt, és amikor le akartuk hajtani az anyakocsát, ahol állt, ugye előtte még egy fél nappal víz volt, és ott állt két napig, alig tudtuk onnan behajtani, lehajtani, már annyira félt. Hogy... Mindig csak azt figyeltük, amikor mehetünk ki a házat szemügyre venni, mikor kezdődhet meg a román takarítás. Aztán nagy sokáról azért egy hét után összemmel haza tudtunk menni, meg megmártunk aludni a lakásba, már gondoltuk, hogy hát nem dől ránk, vagy ezt úgy gondoltuk. Itt takarítottunk, fertőtlenítettünk, mire hát egy kicsit rendbe jöttünk, de hát szóval igen nagy kárt tett a lakásba, mondom a mai napig is ezt nőttük. 124 ház pusztult el Répcelakon? Akkor, az akkori lakásának olyan 20-25%-a. És ezt akkor mind újjá kellett építeni. Hát arra emlékeznek a répcelekiak, hogy mindenféle tarvizes utcák épültek. Honvédség segítséget adott. Mégpedig lenn a romok áttakarításához. Hamar jöttek a katonák, eltisztították a helyet, az alapot, és elkezdték az építkezést. Úgyhogy semmi perc alatt fölépítették ezeket a házakat, úgyhogy áprilisban volt az árvíz, és akkor már szeptemberben itt laktunk. Úgyhogy nekünk nagyon sokat segítettek akkor az állam is, mert végül is kaptunk 50 000 forintos árvízsegét, az pedig abban az időben nagyon sokat
pénz volt ám, mert a háznak a költségvetése 280 ezer forint volt. Úgyhogy, hát hála jó Istennek még, aki segített nekünk, hogy és akkor elkezdtük az itteni életünket az új házba. Az viszont meg kell mondani őszintén, politikamentesen, hogy az akkori kormányzat ezt nagyon jól megoldotta, segítségért gyorsan mentek a tervezések, és az őszre elejére már a legtöbb házba megköltöztek. Pár hónap múlva, vagy fél év múlva gyakorlatilag felépítették a házat. Tehát ez talán üzenet a mai embereknek is, hogy amikor baj van, amikor bajba kerülünk, akkor egymás segítve sokkal jobban át tudjuk észelni még az ilyen tragédiákat is, mint az árvíz volt. Rengeteg munka folyt azért a lábvíz után, hogy olyan állapotba hozzák ezeket a vétműveket, hogy bármilyen nagy víz van, többet répcalakot ne üts el az árvíz. Ami répcalak vonatkozásában nagyon fontos, megépült az árvédelmi töltésnek a meghosszabbítása, valamikor a major mögött ott megépült egy 500 méteres hosszú töltésszakasz, ahol ugye 65-ben betört a víz Répcelak felé. Jobb parton erősítéseket hajtottunk végre. A Szombathelyi Vízügyi Igazgatóság kiépítette a góri tározót. Ennek a góri tározónak a szerepe az, hogy zárhullám tömegéből egy jelentős mennyiségű tömeget betározzon, majd amikor elvonul az zárhullám és rendezettebbek a viszonyok, akkor ezt szépen csurgadoztatta le felé. Ez répcalak vonatkozásában nagy megnyugvás, ez az árvízi tározó, annak a megfelelő üzemével Répcalak jelentős biztonságot nyert az árvíz, tehát a répce árvizek ellen. Itt hallottam Répcalakon először azt a kifejezést, hogy aranyvíz. Amikor már arról volt szó, hogy az építkezés megkezdődött, ugye kiszekálták az embereket, hogy ez Répcalak nem aranyvíz, nem árvíz volt, hanem aranyvíz volt. Ugye mindenki megsértődött. Na de hát most, ha 50 év távlatából visszanézünk, hát nem aranyvíz volt. Az ember visszanézi a történelmet, kérlek szépen, amelyik nagyvárosokban hatalmas tűzvész volt. Mi újította meg azt a várost? Az, hogy a tűzvészt eltörülte a várost, és teljesen új technológiával új építés volt. Az árvíz után egy szép település épült, ami azt azóta is épül, meg reméljük még sokáig fog épülni.